Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió Bonyhádi Napló című magazinját látják. Liszkai Lórán vagyok. Mutatom, mit kínálunk a mai műsorban. Zomerfest, hagyományápolás Bonyhádon. 22. Milfú Tarka Fesztivál. Sok látogatót vonzott a bonyhádi gasztrokulturális rendezvény. Bonyhád és Vernau. 35 éves testvértelepülési kapcsolat. Ünnep. Augusztus 20-a a Völcsék fővárosában. Merész Konrád díj. Idén Horváth Klára vette át a díjat. Augusztus 10-én és 11-én tartották meg Bonyháton a Zomerfestet, melynek keretében helyi és környékbeli német nemzetiségi csoportok, továbbá Németországból érkező vendégek együtt ünnepelték hagyományaikat, szokásaikat. A kulturális rendezvény iránt idén is nagy volt az érdeklődés. Zomerfest rendezvényünket pár évente szoktuk megrendezni a Tarka Fesztivál után, idén hál' Istennek sor került rá. Igazából egy ilyen jelentősebb Zomerfestnek mondhatnám ezt, tekintettel arra, hogy a Bonyhád 300 című rendezvénysorozatnak igazából a fő programja ez most. Bonyhád 300 igazából a 300 éves betelepülésnek a szimbóluma, és ez emiatt készült ez a rendezvénysorozat. Tavasszal már előadásokat, kutatásokról szóló előadásokat, német esteket rendeztünk. Folytatódik ma a Zomerfest programmal, ami igazából magyarországi német táncsoportok, illetve német táncsoportok fellépésével folytatódik. Az év további részében konferenciát, illetve hagyományos magyarországi német programokat fogunk még szervezni a bonyhádi német önkormányzat szervezésében. 300 évvel ezelőtt a török kiüzetés után gyakorlatilag a Németországból felkért telepesek beköltöztek ugye Magyarországra, akik ezek az ulmi deregékkel jöttek Magyarországra, amiket gyakorlatilag itt szét is szedtek, és ezzel megalapozták a házaikat, istállóikat, és gyakorlatilag se lehetőség sem, szándék nem volt arra, hogy már visszamenjenek. Ők gyakorlatilag itt a Völcsékben is nagy mennyiségben települtek le, hozták a saját teheneiket, amiket kereszteltek a szürke marhával, így is lett ez a Magyar Tarka, ami miatt a Tarka Fesztiváluk is kialakult, rengeteg kapcsolódása van Bonyhádhoz. A műsor során fellépett a Vernauból érkezett csoport is. Egy szatmárit adtunk elő a mai napon. Minden alkalommal jól érezzük magunkat Bonyhádon, mikor ide látogatunk. Mindig szeretettel fogadnak minket. Nyolc éves korom óta táncolok, nagyon szeretem ezt csinálni, nagyon szeretem az egyes életünket. A Bonyhádi Kranzlein Néptánc Együttes fiataljai is megmutatták tudásukat. Felműt csoport, a Kranzleinnak az egyik tagja, a Zwergék, a Zwergemini, a Junior és az utánpótlás. Több mint 100 tagja van a Kranzlein Néptánc Együttesnek, és ugye hát különböző korosztály, ezért különböző csoportokba táncolnak. Én az icipicikért vagyok felelős, az elsősökért, ők a Kranzlein Zwerge mini csoport. És van még egy kicsi csoportunk, ők a Kranzlein Zwerge. A legkisebbek egy éve táncolnak együtt, ők első osztályba táncoltak most együtt, nagyobbak már 2 éve. Hát a még nagyobbak meg már ugye 10 éve táncolnak.
A picikékkel hetente egyszer van próbánk, és próbáljuk a hagyományőrző táncokat megtanítani nekik, de persze modern táncokat is. Most hagyományőrző táncot adtunk elő, az Ich-Sedichet, a Sternpolkát, és az egy a cikói tánckoreográfiából egy picit, ami rájuk vonatkozik, a picik táncát. Én úgy gondolom, hogy ha nem visszük mi tovább a hagyományokat, akkor ilyen események, mint ami most is Bonyhádon van, azok sajnos elhalnak, elmullanak. Kell a hagyományokat őrizni, ápolni, amit még a déd nagymamáink és a nagymamáink hagytak ránk, és mi most meg örökül hagyjuk a picikéknek, amit ők szívesen is fogadnak, úgy látom. Pece István és harmonikás növendékei négy híres sváb darabot adtak elő. Schneewalzert, ami egy ikonikus keringője a svábságnak, az In der Grüser Wiese című polkát, amire a fiatalok szoktak táncolni, aztán egy újabb keringő következett, és a végén pedig egy bravúr polkát adtunk elő Szekeres Péter növendékemmel. Harmonikázni sokáig nem lehetett tanulni, mert politikai okok miatt, vagy zenepolitikai okok miatt kimaradt a magyar zeneoktatásból a harmonika, mint hangszer. Most hál' Istennek már vannak tanárok, vannak a zeneiskolákban szakok, és a főiskolákon, egyetemeken is, úgyhogy jönnek sorba jobbnál jobb harmonika tanárok, és valószínűleg pár éven belül a harmonika elnyeri ugyanazt a rangot, ami egyébként megilletné. A csoportok produkcióira sokan voltak kíváncsiak. Ez egy jó kezdeményezés, sajnos az időjárás az befolyásolja, gondolom ez a nagy hőség, emiatt mi is nem az elejétől nézzük, hanem csak az ő érkezésükre értünk ide. Hát aranyosak, szépek, csinosak, jó a zene, jó a tánc, nagyon szép volt a harmonikás együttes. A Sommerfest idén is kiváló alkalom volt a hagyomány ápolásra és a német-magyar kapcsolatok erősítésére. A Bonyhádi Milfút 22. Tarka Fesztivál idén az utóbbi évek legnagyobb látogatói létszámát hozta. A város és a térség legnagyobb gasztrokulturális rendezvénye számos programmal várta a vendégeket. Idén is sikeres volt a már 22. alkalommal Bonyhádon megrendezett Tarka Fesztivál. A program sorozat augusztus 9-én pénteken országos agrárfórummal kezdődött, ahol többek között felszólalt Feldman Zsolt államtitkár is, aki a szarvasmarha ágazatot érintő kormányzati intézkedésekről számolt be. A pénteki és szombati napon ezt követően a szórakozási koncerteké volt a főszerep. A szervezők a gyerekek és felnőttek számára egyaránt készültek programokkal, koncertekkel. Játszottunk, hallgattuk a zenéket, meg kajáltunk, meg ittunk, és minden jó volt eddig. A rendezvényen tartott főzőversenyen csapatok, baráti társaságok mérték összetudásukat. Volt, aki pacalpörköltet készített. Pacalpörkölt az úgy készül, hogy egy húznek a szalonna, le van sütve kacsazsíron, hagymával, zöld paprika, paradicsom, és a fűszerek pedig kömény, borókabogyó és fekete bors. A társaság Erdélyből, Csükcsicsóból érkezett, egy másik bográcsban disznókörömmel és rókagombával készítették a marhát. A disznókörömet azt előre már megperzseljük, hogy felénk mondják, utána megmosva, összedarabolva, azt előfőzzük, fokhagymával, só, bors, ízesítéssel, és később a hagyma, paprika, ágyon a marhahúst előkészítjük, hozzáadjuk a körmöt, és további fűszerezést, azt nem mondom, már Béla eltanulja, és következőben ilyet fog főzni, úgyhogy... Az idei fesztivál nevét adó Milfood Kft. Csapata versenyen kívül vett részt a főzésben. Ez a fesztivál Bonyhádváros legnagyobb rendezvénye most már hosszú évek óta, és rendkívül megtisztelő az, hogy mi támogathattuk ezt a rendezvényt, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy a Milfood nevét viseli. Ez elindult nyilván szakmai konferenciából, most pedig látszik, hogy hány résztvevő van, és milyen komoly tömeget tud megmozgatni. A rendezvény keretében a szervezők fotópályázatot is hirdettek. Prauda Miklós a világ számos pontján készített képeket szarvasmarhákról, legjobb alkotói díjat nyert. Szívből gratulálok!
Valamelyik Írországban, valamelyik Erdélyben, valamelyik Magyarországon, tehát több területről válogattam össze. Igazából lett volna még jó pár kép, de azokat nem találtam annyira jónak, hogy pályázatra elküldjem. Amelyik Ausztriába készült meg, hát a világ számos részén, Indiába is készült képem. Szombat este ismét a zenészeké volt a főszerep. Koncertet adtak többek között a Nauton Familia sztárjai is. Német delegáció látogatott augusztus 10-én Bonyhádra. A németországi Vernau és Bonyhád testvértelepülési kapcsolata immár 35 éve tart, a felek ezt a jubileumot ünnepelték. Ünnepi képviselőtestületi ülést tartottak Bonyhádon, melynek apropója Bonyhád és a németországi Vernau között 35 éve fennálló testvértelepülési együttműködés volt. Vernau és Bonyhád már 35 éve áll testvér kapcsolatban, ami sokat jelent mindkét település lakosainak. Ahogy itt is, úgy Vernauban is a sváb hagyományokat tánccsoportokkal is szeretnék életben tartani. Emellett a két tűzoltóság is nagyon aktív, mindig örülünk, amikor találkozhatunk és meglátogathatjuk a testvérvárosunk. Ennek is köszönhető, hogy már 35 éve működik ez a kapcsolat. Und so ging es, dass das jetzt schon seit 35 Jahren steht, diese Partnerschaft. Das ist jetzt in den letzten Jahren etwas schwierig gewesen, weil man ja... Általában igyekszünk egy évben minimum egyszer találkozni, de ezt az utóbbi években nehezebb volt kivitelezni, mivel 2020 és 2023 között nem tudtunk annyit utazni. 2026-ban tervezünk egy nagyobb rendezvényt, amire biztosan hivatalosak lesznek a testvértelepülésünk képviselői. Legrosszabb esetben egy-két évente szeretnénk találkozni. Tavaly decemberben érkezett hozzánk egy delegáció Magyarországról, amikor az elődöm átadta a helyét, én ugye január óta dolgozom a város polgármestereként. A delegáció a testvérvárosi kapcsolat miatt és az elődöm méltó búcsúztatása miatt érkeztek innen Bonyhádról. Die Leistung von meinem Vorgänger zu würdigen und da verabschieden. A jubileumi ünnepséget követően a résztvevők átvonultak az Rényi Miklós utcai körforgalomnál található emlékparkba, ahol egy úgynevezett Ulmer Schachtel hajót avattak Bonyhád újratelepítésének emlékére. Az avató ünnepségen beszédet mondott Englenderné Hockeyboya, a magyarországi németek országos önkormányzatának elnöke is. Kiemeltem azt, hogy nagyon örülök, hogy meghívást kaptam, és hogy ez Magyarországon most a nyáron a harmadik ilyen alkalom, hogy a betelepítésről megemlékezhetünk, a magyarországi németek betelepítéséről, és hát azt hangsúlyoztam tulajdonképpen, hogy a betelepítés és a 20. század két sorscsapása, a kitelepítés és az elhurcolás a magyarországi németek lakta falvakban, településeken nagyon fontos és emlékhelyekkel tisztelgünk előtte, és hogy ezek az emlékhelyek tulajdonképpen arra is szolgálnak, meg szolgáljanak, hogy nem csak mi gondolunk ezekre az eseményekre, hanem a többségi nemzet is ismerjen meg bennünket. És a másik momentum, ami szerintem nagyon fontos, hogy ezek az emlékhelyek arra emlékeztetnek bennünket, hogy mi a dolgunk, mi a kötelességünk, azt illetően, hogy a magyarországi németeknek továbbra is jövője legyen. Úgy fogalmaztam, hogy a múltnak jövője van, és hogy én ebben nagyon bízom, hogy ez így is meg is tud így valósulni. Bonyhádon a Vörös Marti Mihály Művelődési Központban rendezték az augusztus 20-ai államalapítás napja alkalmából tartott ünnepséget. Köszöntőt mondott Filóné Ferenc Ibolya, a város polgármestere. A kenyéráldást követően különböző díjakat is kiosztottak. A himnusz közös eléneklésével kezdődött az augusztus 20-ai Szent István napi ünnepség Bonyhádon. Ezt követte a Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola Bölcsegnéptánc Együttesének előadása. A jeles ünnepség alkalmából Filóné Ferenc Ibolya Bonyhád polgármestere köszöntötte a megjelenteket. Szeretünk hazánk úgy, mint gyermekünk. Tiszteljük őseinket, kiket sohasem felejtünk.
Becsületre, tisztességre, bátorságra tanítottak, akik a hazáért oly sok vért áldoztak. Szeretünk téged, mindannyiunk bölcsőjét. Itt születtünk, e földre kezdtük áldott kenyerét. Tisztelt egyházi méltóságok, hölgyeim és uraim, kedves bonyhádiak! Nemzeti ünnepünkre készülve, Antoni Sándor sorait olvasva, az fogalmazódott meg bennem, hogy Szent István szellemisége, az utókor számára felmaradt gazdag öröksége áthatja mindennapjainkat, még ha erre a hétköznapokon nem is gondolunk. Nemzeti ünnepeink azonban arról szólnak, hogy valamire vagy valakire emlékezünk, ami része a történelmünknek, a múltunknak, egyéni és közös sorsunknak. Szent István király több mint 1000 éve olyan értéket hozott létre, amely a mai napi igazodási pont valamennyiünk számára. Megvalósította egy nép álmát, amely azóta is nemzetünk egységességét jelképezi. Az ünnepségen áldást mondtak Hevér Beatrix evangélikus és Mészáros Zoltán református lelkészek, illetve Vigand István katolikus plébános. Isten áldjon meg mindannyiunkat, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon, úgyhogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel. Intsétek egymás zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel, hálaadással énekeljektek a szívetekben Istennek. Ezt követően az új kenyeret Filóné Ferenc Ibolya polgármester szegte meg, majd ismét következtek a fiatal táncosok. Az eseményen Merész Konrád díjjal jutalmazták Horváth Klára Katalint, aki bonyhádi óvónőként és óvodavezetőként tudhat maga mögött több évtizedes pályafutást. A Kolónia Alapítvány pedig virágos bonyhádért díjakat és tanulmányi ösztöndíjakat ítélt oda. Hasonlóan ez is az előző évekhez korábban kiírásra került, ebben a lakosság, a társasházak, vállalkozások is részt vehettek. Ez azt jelentette, hogy aki jelentkezett, annak a portáját meglátogattuk. Ez júniusban és júliusban két alkalommal történt, a Bonikon munkatársát bevonva, és egy városi környezetvédő munkatársat is. Ezekről a portákról fotókat készítettünk, és ennek alapján egy zsűri véleményezte, hogy melyek a legszebb porták, és ebből a mai napra válogattunk 10-et. Nem díjaztuk úgy, hogy első, második vagy harmadik helyzet, mert mindegyik a városunkat szépítő, és úgy éreztük, hogy szinte egyforma színvonalú, ezért mindenki egy 10.000 forint értékű virágosításra jogosító utalványban részesült. A tanulmányi ösztöndíjakat 5 bonyhádi diák kapta meg. Alapítványunknak a éves munkatervében ez is szerepelt, hogy továbbra is az előző évekhez hasonlóan támogassa a tanulmányaiban kimagasló, illetve más területen is kimagasló munkát végző tanulókat. Hasonlóan az előző évihez történt a pályázati kiírás, 4,8-es tanulmányátlagot el kellett, hogy érjen a tanuló, és valamilyen közösségi munkában kimagaslót. Ennek valamennyi pályázó megfelelt, hiszen legtöbben kitűnő tanulók voltak, és a közösségi munkában is aktívan részt vettek. Kis Nikoletta Bonyhádi Petőfi Sándor evangélikus gimnáziumban tanult, jelenleg a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemre készül. Legtöbbször földrajzversenyen vettem részt, és azokon is értem el országos helyezéseket, emellett történelem és matematika irányzatba indultam még versenyeken. Az egyéni az számomra a legnagyobb, a Kovács János földrajzversenynek a megnyerése, mert mint az első két forduló, mivel úgymond kvalifikáltam magamat a döntővel, nagyon nehéz volt, tehát ténylegesen ezek voltak, és utána döntőben egy szóbeli forduló volt, ahol két tétel kell kihúzni, van egy természetföldrajzi tétel, és van egy ilyen gazdaság, társadalom földrajzi tétel,
és mind a kettő nagyon jól sikerült, mert szerencsés tételeket is húztam, olyanokat, ami ténylegesen érdekelt, meg ténylegesen jó sokat tudtam beszélni. Horváth Klára, a Bonyhádi Varázskapu bölcsőde és óvoda nyugállományba vonult vezetője vehette át idén a Merész Konrád díjat az augusztus 20-ai városi ünnepségen. A róla készült kisfilmet tekintetik meg a következő percekben. Nem akartam óvónő lenni. Nem ez volt a célom, német földrajz szakos tanárnak készültem, csak akkor az egyetemen nem indult 2 évig német földrajz szak, és hát irányt váltottam. Kecskeméten végeztem 1978-ban, utána 2 évig még Bajára jártam, majd később Szekszárdon szereztük meg a német nemzetiségi óvodapedagógusi végzettséget, és aztán Budapesten a közoktatás vezetőit. Én egy kétnyelvű családba születtem. A nagyszüleim egymással, ha ketten voltak, vagy hát ha én is ott voltam, nem nagyon beszéltek magyarul, tehát ők így élték az életüket, hogy egymással hát németül kommunikáltak, vagy svábul, ahogy mondani szokás, bár frankok vagyunk, és nem svábok ilyen értelemben. Úgyhogy ez nagyon meghatározta az én életemet. A mai napig is szívesen vagyok olyan idős emberek társaságában, akik egy kicsit emlékeztetnek arra, hogy a nagyszüleim hogy beszéltek, félig magyarul, félig németül, tehát azért az egy kevert beszéd volt. Itt kezdtem Bonyhádon, abban az óvodában kezdtem dolgozni, ahova magam is jártam, és akkor egy pici szekszárdi kitérő mellett ugye 46 évet dolgoztam, német nemzetiségi óvónőként dolgoztam több évtizeden keresztül, és ezek a gyerekek közt töltött idő, ezek nagyon-nagyon termékeny, szép évek voltak az én emlékeimben. Egy nagyon jó összetartó csapattal és egy igazán összetartó szülői közösséggel dolgozhattunk együtt, amit én most a mostani időket figyelve nagyon fontosnak tartok. Tehát egy emberként álltak mögöttünk a szülők, és nagyon-nagyon komoly értelmet nyert az együttnevelés. Adventi éneklést szerveztünk, mézes kalácsot sütöttünk, farsangokon színpadi műsorokat szerveztünk úgy, hogy a szülők is beálltak szerepelni, szülői bálokat tartottunk. Emlékszem jó szívvel a mártonnapi felvonulásokra, az óvi olimpiákra minden negyedik évben, az olimpia évével egy időben ugye olimpiát rendeztünk. Az érdekes és izgalmas kirándulásokra elvittük a gyerekeket az Őcsényi reptérre, a Ferihegyi reptérre. Nagyon sokat jártunk Baján, vonatoztunk, mindent ami valóban élmény volt a gyerekeknek, és az évet tradicionálisan úgy zártuk, hogy az évzáró a jó kis műsor és a szórakozás, tehát a Vidámparkot követően az iskolába menőkkel benn aludtunk az óvodában. Ez a termékeny időszak, ez egészen addig tartott, ameddig 2013-ban megkaptam az intézmény vezetői megbízást Bonyhádváros önkormányzati képviselőtestületétől, és akkor már megint csak itt volt egy csapat. Én szerettem a kollégáimat, szerettem a munkámat is nagyon, és szerettem a kollégáimat, és ez most azért van múlt időben, ugye, mert néhány hete nem dolgozom. Nagyon váratlanul ért ez a kitüntetés. Én semmire nem számítottam, és mikor polgármester asszony felhívott, akkor hát majdnem, hogy tiltakoztam először, hogy hát de nem, hát de miért? És ugye, mert ugye ilyenkor mindig keresi magában az ember, hogy most miért pont én, vajon miért pont én, hiszen olyan sokan vagyunk a pályán, akik hát becsülettel végig dolgozzák az életpályát.
amikor az ember elkezd dolgozni, akkor nem gondol arra, hogy én most itt vezető leszek. Arra se gondol, hogy na most már ideje, hogy kitüntessenek engem. Tehát semmi ilyet nem vár az ember, és most eljött ez a pillanat, és én most nagyon boldog vagyok. Tehát mégiscsak büszkeséggel és elégedettséggel tölt el, és tudom, hogy ez csapatmunka volt. Ezért így is köszönöm még egyszer mindenkinek és minden kollégámnak, aki ebben a közös munkában, ebben a közös feladatban részt vett. Kedves nézőink, Önök a Tolna Táj Televízió Bonyhádi Napló című magazinját látták. Tartsanak velünk legközelebb is, mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!